Amikor legelőször találkozunk valakivel, akkor az mindig egy hosszabb konzultáció. Tehát ott azért nagyon fontos azon túl, hogy felveszünk amúgy egy tök részletes anamnézist, amivel ugye megpróbáljuk egyrészt kiszűrni azt, hogy van-e valami olyan betegsége, vagy valami olyan zavar, ami miatt mondjuk ezt a diétát vagy programot nem csinálhatja. Másrészt meg már eleve nagyon sok olyan válasz van, amiből lehet arra következtetni, hogy mondjuk mik lesznek a nehézségei Aha. a program alatt és jó sok információt rázúdítunk olyankor a vendégre. Én mindig el is szoktam mondani, hogy érdemes még egyszer elolvasni aztán azokat a kis papírokat, amiket adunk, mert nyilván Egy teljesen új születnek is minden információ új. Ugyanezt történik ugye az első konzultáció, hogy kapsz egy információt, és utána old meg. De nyilvánvalóan erre is azért van szükség, mert muszáj edukálni mindenkit. Tehát, hogy, hogy, hogy sajnos olyan, tényleg ez a nagyon sok információ miatt, meg, meg, meg amúgy nyilván, ha mindenki azt szeretné, hogy ide jövök ma, és holnap legyek 5, 10, 20, 30, 40, 40 kilóval karcsúbb, nyilván ez egy lehetetlen küldetés, de az biztos, hogy azt tudjuk garantálni, hogy ha valaki betartja két hétről két hétre, vagy napról napra azt, amit mi majd és csinálja, akkor nincsen lehetetlen cél. Han